A választásra gondol az ember, az életben nagyon sokszor szoktunk választani. Választ az ember különböző élethelyzetekbe, és hát a rövid távú és bizonyos szempontból hosszú távú céljaink elérése szempontjából a parlamenti választásoknak szerintem nagyon fontos a jelentősége. Kiváltképp arról kell ezekben a helyzetekben kiváltképp arról kell beszélni, hogy az embernek legyen lehetőleg egy elképzelése. És ennek az elképzelésnek mentén próbáljon szavazni. Én úgy gondolom, hogy amikor Ukrajnában parlamenti választásokra készül az ember, és kiváltképp, hogy ez egy ilyen hirtelennek tűnő, rendkívüli választási alkalom, akkor nagyon fontos az, hogy a kárpátai magyarság tudjon és akarjon összefogást mutatni. Úgy gondolom, hogy a magyaroknak nagyon gyakran az volt a problémája a magyar népnek, hogy ahányan voltak, annyi felé húztak. Talán itt az ideje, ha a Szentírás szavaival akarok érvelni, hogy itt az ideje, hogy felébredjünk álmunkból. Mert a lehetőségeink közelebb vannak, mint amikor hívők lettünk, vagy mint amikor magyarok lettünk, hogy az ember szedje össze magát, és végre próbáljon olyan embereket keresni a jelöltek között, akikre érdemes, és ha úgy gondolja, hogy rá fog szavazni, akkor ennek lesz értelme. Úgy gondolom, hogy magyar emberként senkinek nem fordul meg nem is kellene, hogy megforduljon a fejébe, hogy más nemzetiséghez tartozó jelöltre adja a szavazatát. Legyen az akár lista, legyen az akár egyéni választói, legyen az egyéni jelölt. Nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy ha már az ember egy valaki mellett le kell, hogy adja a szavazatát, akkor nézze meg, hogy ez a valaki letette valamit a múltban az asztalra, vagy nem. Az ember, az okos ember ugye tanul a más hibájából, a buta a sajátjából, se nekünk azt kellene tanulnunk, hogy tanuljunk a saját hibáinkból, vagy esetleg azokból a hibás választásokból, amelyeket az elmúlt évek során, vagy évtizedek során a kárpáti magyarság elkövetett. Van ilyen magyarság szervezet, olyan magyarság szervezet. Én azt hiszem, hogy nem igazán arról van szó, hogy ki hova tartozik, hanem igazából arról van szó, ki az a hiteles ember, aki alkalmas és képes arra, hogy azokat az érdekeket, amely kárpátai magyarságunk szempontjából ma, meg a holnap, meg gyerekeink szempontjából képes úgy képviselni, hogy ez időt álljon.